hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket! 17. Nemzetközi Népművészeti Tábor első olyan estjén, amelyen egy szerintem közérdeklődésre számon tartó előadást hallható. Kós Károly életműve, és tisztelettel köszöntjük Lengyel Ferenc irodalomtörténészt, aki nekünk erről... Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom úgy kezdeni, ahogy szerettem volna. Nagyon meghatott 12 fiatal itt állt a pódiumon, zenéltek jó szívvel, ügybuzgalommal, és eszembe jutott, hogy én ezt nem tudtam, hogy itt fog történni, de ezt a címet adtam az előadásom. Nemzeten kívül nincs művész. Hát ha én repülőbe ülök, vagy tengerre szállok, elmegyek a világ bármelyik részébe, ezzel a 12 gyerekkel, ennyit játszanak, semmi többet, fiatalok, nektek is mondom, eddig nem tettem ilyet, hogy kiszólok, és más mondok kiszóltam. Ebből a 4 dalból tudni lehet, kik vagytok, honnan jöztök, mit csináltok, és hogy az minőség. És a ilyen. Örülök neki, hogy ennyire összecseng ez a két dolog, mert bevezetőnek, és akkor patetizmuson túl, vissza a kezdetekhez. Kostályi arcképét látjuk, az utolsók egyikét, akik Erdélyben még majdnem mindenhez értek. Tavaly úgy fejeztem be, hogy nagyon gonoszkodtam, kibújt belőlem a szöges tanárbács, és azt mondtam, hogy ezt az egy versort tessék megtanulni. Heldai Gáspárról van szó, az első tisztességes, nagy kaliberű magyar nyomdászról. Hogy volt az a Sézius versó latinról magyarra fordítva? Ősi Kolozsvár első új kutyú papja, Heldai Gáspár. Zengült a sor, mint a muzsika. Na most elmondhatom, hogy az ősi Kolozsvár első nagy nyomdásza volt Heldai Gáspár, és ugyanannak az ősi városnak, a kincsesnek, az utolsó nyomdásza, hogyha Sztálát és Kolozsvárt a közelség után összevarjuk, Kós Károly. Ugyanis élete nagy része Sztálához és Kolozsvárhoz köti, és a könyvkiadás is élet egyik nagy tevékenysége volt. Tehát a folytonosság akkor is megvan, mondom szép nemzetközi szóval, a kontinuitás akkor is megvan, ha a gyerekekre nézek és rájuk gondolok, a kontinuitás akkor is megvan, ha Heldai Gáspárhoz megyek vissza, szíve másik szeretett nagy erdélyi személyiségéhez. Nem tudok kiszakadni belőle, bocsássák meg nekem, megmaradok ennél a régiónál, úgyis ez a jelszó, regionalizmus. Szeressük! Ennek a főnek a szülőtje Temesváron látta meg a világot 1883-ban, de nem élnek ott sokáig, mert a Kos család, jaj, el is felejtettem mondani, hát a Kos család nem így írta a nevét. Temesváron él, az apa Kál Kos, német, illetve már is olvasható, hogy a dédszülők magyarok voltak, akik részben németekkel összeházasodtak, és a német nyelvtudás és a német nyelvhasználat került egy generációba előtérben, majd teljesen elnémetesedtek, hogy a világ úgy fordul, és a következő nemzedék, ahogy szépen belenő az életbe, újra visszamagyarosodik, és ez a Kós Károly. Tehát az élet mutat ilyeneket. Az édesanyja Szidónia, de Szinének kéne mondanom, ami azt jelenti, hogy francia származású. Az édesanyja egy Kolozsvárra került francia-olasz nyelvtanárnak a lánya. Tehát valóban nemzetközi gyökerekből indul, sok vér keveredik benne, tehát nála nem lehet mondani, hogy olyan magyar, aki hát származik, vagy ilyen nagy szavakat nem lehet használni, egy olyan családból származik, ahol még gyermekkorában ő maga is Kosnak írja a nevét. Ha tovább megyünk, így látjuk az postai tisztviselők, akik épp úgy helyeznek munkahelyről munkahelyre 2-3-4 évente, ahogy az Áprili édesapját, ha valaki esetleg még 5 évvel ezelőtt emlékszik, hogy mit adottam itt Áprilről, az ő édesapja is az egyik helyről a másikba kerül.
ugyanez volt a sorsa a Pós családnak is. Gyerekkori fényképet nem találtam, tehát csak időskori képet tudtam bemutatni a négy testvérről, a három lányról és az egyetlen trónörökösről. Azért tartottam fontosnak, mert a sors ismétli magát, és az élet megismétli, tehát ahogy ők négyen voltak testvérek, ugyanúgy Pós Károlyéknak is majd négy gyerekük fog születni. Ha az gyerekkorát végigpergetjük, mint az iskolai tankönyvekben, akkor látható, hogy Temesváron kezdődik ez az élet, a Bega Park városban. Szándékosan metszetet hoztam róla, mert ő maga is élete során elkötelezi magát a metszés, a linoleum metszés mellett. A második állomás négy évi nagyszerűen Hermannstadt, ahol jól érzi magát. Man kann Deutsch sprechen, überall. Jélöpös mindenki beszélhet, mindenütt németül, semmi gond. És jön a buktató. Következik Kolozsvár 9 évesen, ahol a református iskolába iratják be, és Kolozsvár csak egy új város volt, semmi több jelentéktelen, amelyre kíváncsi voltam ebben eleinte, nem éreztem magam otthon. Nem, mert a kofa, a pap, a postás, a vasutas, a rendőr és a szomszédnéni, mindenki magyarul beszél. Was ist das? Tehetnénk fel játékosan a kérdést. Ez a gyermek, aki megtanult németül, aki németül éli az életét, ezt nagyon fontosnak tartom, egyszer csak belecsöppen egy, nem mondhatom, hogy színmagyar, de 80-85%-ban magyar városban. És rádöbben, hogy ez is egy teljes értékű nyelv, tanulja, a gimnáziumban olyan jól tanulja, hogy kiváló lesz majdnem mindenből, és 13 éves, amikor Magyarország átéli a milleniumot. Azért tartottam fontosnak, mert mindig szeretek ilyen nagy évszámokhoz kötni dolgokat. Képzeljünk el egy gyereket, aki azt látja, hogy a háttérben, anélkül, hogy tudná, hogy kik azok a nagyok, azok a bácsik, nénik, de egy ország készül megünnepelni azt, hogy te is, én is, mi mind együtt 1000 évesek vagyunk. Szóval ez is belejátszható. Feltételezem, tehát ez nem bebizonyított, de belejátszhatott abba, hogy a magyarosodás felé vezető úton egy nagy lépésnek Pós Károly, tehát az ő belső világában, ha megint idegen szóval azt mondanánk, ez a harmadik, amit használok, hogy az identitása egy kicsit a magyarság felé csúszik el. 19 éves, mikor Magyarországra kerül az egyetemre, édesapja kívánsága, hogy mérnök legyen, viszont nem szereti, amit csinál. Nem szereti az általános mérnökikat, nem szereti annyira azt a fizikát, amit tanítanak, azt a matematikát, neki van egy vágya. Mert már a gimnáziumi évek során sokat járkál, és Kalotaszegen nagyon szerette ezt a Kolozsvár környéki vidéket, a falvakat, nagyon sokat rajzolt, és úgy inkább az építészet vonzza. Kisgyerekként tengerész akart lenni, kereskedelmi tengerész, cserebelélni, hajók utazni a világba. Egyetemistaként átiratkozik 2 év egyetem után az építőmérnöki szakra, elismernek neki, így lesz belőle tervezőmérnök. Az egyetemi éveiről is lehetne mesélni, a hatásokról, hogyan alakul ki benne ez a szecessziós és a szecessziót meghaladó építészeti kultúra. Lehetne beszélni arról, az egyetemi kollégák hogyan kérik meg, hogy egyik évben van egy ilyen újságunk, hogy a megfagyott muzsikus. Illusztrálta Károly, most ez a dekeladatot. Más csinálta, egyik csinálta, a másik ezt a számot illusztrálta. És akkor ő kell illusztráljon egy egész példányt, egy egész újságot. És elkezdi a maga jellegzetes rajzait készíteni. Tehát a rajzal is kezd barátkozni. És így 24 évesen már a rajztudása is megvan, az építészeti diplomája is a zsebében, és így indul a szakmában, de nem ismeretlenül, mert közben, mivel jó diák volt, kapott ösztöndíjat, és az ösztöndíjak idején bejárta újra csak Erdélyt is, és újra rajzolt, ilyen füzeteket készített magának, és mivel az ösztöndíjat meg akarta hálálni, a budapesti minisztériumban Eleknek egyszerű, egy példányos kötetbe tette a rajzokat, és úgy adta át köszönetképpen, hogy köszönöm az ösztöndíjat. Elgondolkoztam magamban, hogy ma hány egyetemista köszöni meg tanárjának, diákjának, dékányának, rektorának, nem ilyen neves formában, de egyszerűen azt, hogy lehetővé tette nekem. És így mehetünk tovább az életben, és akkor eljutunk oda, hogy hogy is lesz
ugyan kosugolt SCH-ban, de a keresztségben a református lelkész a nevét véletlenül elírta. Nem használta következetesen, csak az egyetemi évek alatt gondolkozott egyik tervrajza, ilyen próbatervrajza építék épületekről. Kos aláírással szemben németesen, másik magyarosan, míg ez a 2007-től 2010-ig tartó időszak lezárul, és 2010-ben már egyértelműen Kós Károlynak írja a nevét. 1900-ban, és következik a nagy szerelem, 1907-et írunk, végez a diák, sokat jártunk valóta, ezt most ma emlegetni fogom, ez lesz a leggyakoribb szó, és megismerkedik a türei lelkipásztornak, a türei református lelkipásztornak a kislányával. Történik, hogy Balázs lelkipásztornak van egy Balázs nevű fia, úgyhogy ő volt a Balázs Balázs, a Dufla Balázs, ahogy az osztályban nevezték, és mikor Károly kiment Dufla Balázshoz látogatóba, meglátta a kicsi Iluskát, és valahogy ez a barátság egyre mélyebbé vált, egyre intenzívebb, de 2007-ben valahogy el is jegyzi magának, de ez az eljegyzés, ez nem olyan szokványos, csoda történik. Az történik, hogy a rajzoló Kós egy külön könyvet készít Idácskának. 8 magyar népballadát megrajzol a saját kézírásos betűben, mint a középkori rajzoló művészek, és ezt adja neki jegyajándékba, és megkéri a kezét. És a kor meg a helyzet adta lehetőségek határai belül még kell várni a 3 esztendőt, ami majd elleheti. De a hűség marad, és az összetartás megmarad, és ide lesz egy életre szóló hűséges felesége. Egyébként, ha van kalotaszegi a teremben, akkor tudniuk kell, hogy a Balázs család és a Balázs név gyakori Kalotaszegen, sőt, többféle előnévvel is rendelkeznek a Balázsok, ilyen-olyan amolyan Balázsok is vannak a Kalotaszegen, mai napig is családfa kutatóknak egy hálás téma lehet. De igen, még annyit, hogy a könyvet, a Kriterium könyvkiadó, Kós Károly nem beszélt erről soha senkinek. Mindenképpről 10 percet tudnék mondani, de akkor hónap reggelit alva hallgatnának engem. Domokos Géza megtudja a Benkő Samutól, mert Kós Károly nem állt szóba akárkivel. Nem szívesen adott öreg korában interjút, mert egyszer olyasmit írtak le róla, amit ő nem szeretett volna, de Benkő Samu a történész elég komoly, megfontolt, higgadt ember volt, neki mesélt, és neki elmesélte először öregen, hogy van ez a könyv. És Samu bácsi azt mondta, én már Samut is, Benkő Samut is Samu bácsinak kell szólítsak. Annak idején ő mondta, Károly bácsi, délután megkaphatnám a könyvet. Hogyne, fiam, de visszahoz, mert a Ida nénét megtudja, jaj a fejemnek. Úgyhogy délután könyv, fotó, vissza, és megszületett a Kriterium hasonlás kiadványa, akinek esetleg megvan, őrizze nagyon jól, mutogassa is, mert egy nagyon szép kötelecske. És már is ott vagyunk 1910-nél, írja, nem kell mondanunk, 1910-ben kicsi földecskét vásárolhatta szűkebb erdélyi hazánkban, Kalotaszegen sztánán, és felépíthettem rá víkend házamat. Aztán, és ennél a szónál megállok, ez az aztán azt jelenti, hogy annak idején úgy alapozta meg az ember az életét, ha már a házasolásról van szó, egy kicsi lelki gyakorlat fiataloknak, egyszer megteremtem a alapot, és utána oda viszem az asszonyt. Kós vette, a Marjúvára építi meg, Budapestről, ahogy a vonat megy Kolozsvár fele, Sztána azért volt számára fontos, mert építészként úgy gondolta, hogy egyrészt még a gyors vonat is megáll, tehát neki ez egy nagyon jó állomás, másrészt pedig bármilyen irányban kell utaznia, ha szakmai munkája elhívja, itt ott nem kell tervezni, viszonylag kis távolságot gyors idő alatt megtehet. Tehát nagyon komoly racionális szempontok is voltak benne, nem beszélve arról, hogy Sztána a maga módján egy felkapott üdülőhely volt. A budapesti polgárságnál annak idején sikk volt, hogy mondjam ezt a szót, Sztánára építeni villát. Nagyon sokan kiálltak, ott töltöttek hétvégeket, félnyarakat, kellemes, jó környezetben, tiszta levegőben. A Kós Marjúvára is részben ennek a szokásnak tett. Látjuk
kanutaszeg, felszeg, alszeg, nálas mente, ahogy felszokták tagolni, és hát ő sztájnára került, ami viszonylag nehezen megközelíthető, leginkább csak lóval és gyalog. A Varjuvárral kapcsolatban pedig annyit, hogy azóta ott él, és utána csak felsorolom nagyon gyorsan, hogy innen, ebből a vidéki házikóból is lehet csodát művelni. 1910-11-ben Székely Nemzeti Múzeumot felépíteni, tervezni, megtervezni. Közben megírja a régi Kalotaszeg címen egyik munkáját. Kolozsvárban Spáda János tervezte, kakasos templomra nincs elég pénz. Nem jó, nem tudjuk megépíteni, de templom kell. Kós Károly, gyere! Károly jön, tervez, alakít. Elég lesz a templom, elég lesz a pénz, ma is már a kolozsvári kakasos templom. Behívják katonának, arról majd külön mesélek, törökországi küldetéséről, Sztambulról, és már is ott látjuk, hogy Kós Károly halad azon az úton, hogy három mesterséget művel egy időben úgy építészkedik, hogy közben már az íróember is kezdi az első sorokat papírra vetni a régi kalózeszekben, és a metsző rajzoló művész is tevékenykedik. Nagyon fontos még a visszanézni a gyökerekhez. A magyarországi közönség lehet, hogy jobban hozzászokott ehhez a szóhoz, hogy pre-Raffaelita. Egy művészeti irányzat a 19. század végén Maurice Crane és néhány angol ember azt mondja, hogy a kapitalizmus oda jutott, hogy minden elvégiesedett, borzalom, nincs semmi egyéniség. Egy kicsit adjuk meg annak az embernek, aki lassan arctalanná válik, az egyéniség lehetőség. Olyan művészi dolgokat, amiben valamiben még mindig van egy csepp egyéniség, és létrehozzák a kézművességet újra, visszanyúlnak a középkori gyökerekhez, és kézzel teremtsünk tárgyakat. Megnyitják a könyvnyomtatást, a Kemscott Press nevezett, tehát a Kemscotti nyomda a Maurice könyveit adja ki, és Maurice és a körülött álló művészek megpróbálnak olyan kivitelű könyveket adni az angol olvasóknak, amelyekkel lenyűgözik őket, amelyekkel a könyvolvasó kézbe vesz egy művet, és érzi, hogy ez nem egy ilyen sablongépből kijött valami, hanem ebből egy példány van, mert ezen az oldalon itt egy festékfolt is van, a többi példányon pedig nincs meg ez. Kós Károlyra ez az egész irányzat nagyon hatott. Fiatalon magába szívta, és a rajzai egy életen át érezhető egy fajta ilyen angolos vonalvezetés, de ez nem angol, mert mindig erdélyi vagy magyarországi tájakat, épületeket, templomokat fest rajzol, és ezek jelennek meg a műveit. Mi a vágya a régi Kalotaszeg bevezetőjétől? Egy mondat. Szeretném megélni, hogy kicsim kis voltának olyan rendben lássa, ahogyan én azt elgondoltam magamnak. Legyenek a földek tagban, gyümölcsfány, termő, pajtán, tele, méhesen, népes, legyen mindes gondosan gondozva, tisztán művelve, rendben tartva. Nem is folytatom tovább. És közben már három gyerek, édesapja, elsőnek születik Kós Balázs, aki az édesapa mellett a mezőgazdaságba is beleszokik, és valahogy úgy adja a sors, hogy mezőgazdasági mérnök lesz, mezőgazdász mérnök. 2012-ben következik Kós András, aki szobrászművész lesz, a harmadik, a lány, akit éppen bekapcsoltam, és a negyedik gyermek szintén Károly nevet kap a keresztségben, aki a műveit látta, valószínűleg felfigyelt rá, hogy mindig odaírja a TR betűket a nevelni, nehogy édesapjával összetéveszik. Dr. Kós Károly. Merem mondani, hogy az erdélyi magyar néprajzkutatás és néprajztudomány 20. századi legnagyobb képviselője volt. És a saját lányától egy nagyon jó pofa idézet, amiben úgy éreztem, hogy ebből is látszik, hogy nem csak külsőségekben, hanem karakterben is megmagyarosodott ez az ember, otthon ordít, topozik, hogy szívja a gyereket a családot, valamit elvár. Persze, hogy a gyerekek nem azt teszik, amit szeretnek. Hát nem az apuka vágya mindig a legfontosabb, néha nekik is van. De sok-sok játékos mozzanat mellett nagyon hozzászoktatta őket a munkához. Nem kell mondanom, ha azt veszünk, hogy mérnök,
néprajzkutató, színésznő, szobrász, művész és technikus, mindenet belül magas szinten művelte mind a négy szakmáját. És itt vagyunk a Székely Nemzeti Múzeumnál, amiket csak érdekesség, Sepsiszentmihályi megvédjéről, hogy Gürtl Dezső megkapta, tervezte. Jó, nem jó, nem részletezem a szakmát. Károly, csináld meg te. Oda valósítani, jobban érted. Ezért nincs kép baloldalon. Tehát Kós Károlyra bíztak, és ez lett benne egy csodaszép épület, amely mai napig otthon tart Székelyföld művészet és történeti tárgyainak. Ja, és még egy adalék, mert meg fognak szívni a székelyek. Az történt, hogy nem lehetett Székely Nemzeti Múzeumnak nevezni. Viszont a rendszerváltás után volt egy tár pillanat, amikor ha az ember gyorsan lépett, akkor lehetett tenni egyet más, mert nem illett nemet mondani a hatalom részéről, és akkor gyorsan azt mondták, hogy nevezzük újra Székely Nemzeti Múzeumot. Úgyhogy lehet nevezni. És akkor már is a szerelem Sepsiszentgyörgyről nem csak a Nemzeti Múzeumot tervezi, mert hanem még a világháború előtt a közkórházat, tehát Sepsiszentgyörgy kórházat köszönheti, magánépületeket, családi házakat, leánybentlakás, nagyon sok minden. És akkor a kolozsvári Takasos templomból is egy kép, azért, hogy lássuk, idézzük emlékezetünkbe, és már is eljutottunk az irodalmához. Felsorolás. Az egy példános könyve a Székely Balladák, a jegyajándék. Erdély népének építészete, csodálatos linómetszete, egyszerű, nagyon határozott vonalvezetéssel, kevés szöveggel, de lényegre törően. A Kalutaszeg, Hetilag, Kalutaszeg népében, már megszól a mezőgazdász, és a mezőgazdász tudós, az agronómus mérnök tanácsokat ad. Szeretné, ha ez a nép, ahova ő beköltözött, ahol jól érzi magát, a legmagasabb szinten művelni a földet, ápolná a fákat, termelni a, amit csak termelhet a legjobban. És eljutottam a háború ideig, amikor behívják katonának, és a katonasság ideje alatt az történik, hogy negyedik Károlyt királlyá kell koronázni. Nagyon rövid volt az esemény, és negyedik Károly sem volt sokáig király, de Kós Károlynak a neve fennfordult Budapesten jó helyeken. Tudták, hogy tervezni tud, és ha Bánfi Miklós szervezi meg a ceremóniát, akkor Kós Károlynak kell színpadképszerűen megoldani a halmot, amire a király majd felirat a lovával, úgyhogy a katonaságtól egy kicsit megmentik és engedik, hogy szabadon legyen. Vissza se kell mennie katonáéknak, 16 után külön küldetést kap, elküldik Törökországba, és a Törökország két év alatt keletkezik egy újabb könyve, a Sztambul, és utána jönnek az irodalmi művei, amelyekről pár szót szólnék még külön, az írás rajzoláshoz pedig egy másik könyvéből egy idézet, Attila király ének. Megpróbálja megverselni Attila király történetét, a Hun király, és érdekes módon nem a rajzokat, nem a mérnöki teljesítményt, nem az arányosságot, a harmóniát tapsolják meg benne, hanem azt a félig sikerült balladát, amit ő mellékesen tartott. Még egy angol ismertető is készül, még Angliában is megemlékeznek róla, amit ő csodálattal vesz, és nem egészen ért. A sarokban pedig egy másik illusztrációja, ami végigkíséri az egész Kós Károly bemutatót, és félig meddig jelképnek használtam. A régi Kalitaszegnek egyik rajza Sebesváráról készítette, így nézhetett ki a 17. században. És itt vagyunk a Sztambulnál, a Sztambul című könyvénél, nem hiába tölt két évet. Két év alatt megismerkedik a várossal, egy könyv lesz az eredménye, és meg kell mondanom, hogy nagyon érdekes. Magyarul megtanul. Románul beszélnie kell, lassan. Német az anyanyelve, és franciául is tudhat valamelyes, mert nagyon megültették ott a francia tudást. Törökországban pedig megtanul török. Úgyhogy egy elég sok nyelven beszélő valaki lefordít egy török művet is, amit majd kéziratban odaad másoknak és közzé teszi. Ennyit a sokoldalúságáról, és következik életében az, amire sem ő, sem senki más sem gondolt. A Kiáltó szó című kiadványban azt mondja, hogy megállt parancsoltak nekünk. A történelemet sorokból tett elünk. Az alapok magukért beszélnek, mindenki tudja. És ez történt. Kós
azt választotta, hogy a 93-ban 97 ezer négyzetkilométer helyett átment a 103 ezer négyzetkilométeres leválasztott területre, többen tették ezt, Benedekelek is visszament. És a Kuncaladár is ezt teszi, Bánfi Miklós is. És mondja, hogy 1918-ban december 23-át írnak, az utolsó vonat megy Budapestről haza, és ő tudja még, hogy haza kell menni. Várják. Fel az utolsó vonatra, ketten vannak rajta, bocsánat, hárman, a mozdonyvezető, Kalauz és ő. Karácsonyra hazaérkezik, 1918, és otthon marad. Innentől kezdve nagyobb és kisebb pártjája érdekében dolgozik, és próbál valamit tenni ezért a nemzetét, amelyekhez tartozik. Két társával, két újságíróval, Pál Árpával és Zágoni Istvánnal együtt megszerkeztük az első pozitívumot. A kiáltó szó, ami egyben ébresztő szó, annyit jelent, hogy ébredj. Tulajdonképpen Petőfivel is mondhatnám talpra magyarnak. Nem szabad zsibbadtan tovább ülni, aki hagyja, hogy mások döntsenek minden nagy és kis kérdésben az ő sorsáról, azt el fogják taposni. Ez így történt a múltban, ez így történt 18-ban, így fog történni a jövőben is. A legkisebb cselekedet más irányt ad az eseményeknek. Kós tudja, diszi, vallja, vállalja, és megszólalnak hárman, megírják ezt a politikai pamflettet, ami nagy szó volt. Kétszer ilyen hosszú volt, de a román pap, egy Teofil nevezetű, akit régóta ismert, azt mondja, Károly, én nem tudok pöcsétet nyomni, nem a anekdotákat is beleszövök, mondik állok a napróságokat, nem tudom kinyomtatni, nem adok engedélyt rá, nem legyen. Üljük le, leülnek egy éjszaka dolgoznak, úgy írják át, hogy a fele csak megmaradjon és értelmes legyen, kinyomtatják, három nap múlva így is betiltják, és a cenzornak mennie kell. De megjelent, és hatása volt. Hatása volt, nem olvasom fel csak részleteket, tudom, talpra kell állni, tessék talpra állni, hirdeti 1.600.000 embernek, mert több mint 200.000 elmennek. Letették a sorompót, hogy tilos. De mindennek ellenére az utolsó két sor, az idézet, kiáltom a jelszót, építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára, és kiáltom a cél. Nem ismerős valahonnan ez a cél az utóbbi 10 évből? A magyarság nemzeti autonómiája. És az építés és a munka két olyan szó, ami nem szlógen, nem ilyen jelszó, hogy zászló lobogtatja, hanem naponta reggeltől estig a saját földjén, vagy a saját munkaasztalánál végzi. Tervrajztól a kész házig ő maga bemutatta. Hogyan lehet, hogyan kell. És az építészről, ha csak összefoglalunk gyorsan, mert az idő röpül, templomok, parókiák, imatermek, mondjam tovább, a közösség megtartó épületei, iskolák, egy-két gyárépület, Kolozsvárt az Iris gyárépületet is ő tervezte, és magánházak, magánszanatóriumok, és már is ott vagyunk, amit Varró János mondott róla, az irodalmárnál. A másik arca az író, amit nyáron megtehet, építkezik, és a mezőn dolgozik, azt nem tehette meg télen. A téli hónapok voltak az írás, a csendesség, a békesség hónapja. És megalapítja sok-sok apró próbálkozás után az első nagy dolgot, az erdélyi szétnyíves céget. C-ben gondolkodik, crafts, mondták az angolok, a prerafaeliták, vissza a kézművesség becsületét. Most már ezt átmenti Erdélybe, alapítsunk céhet, akik egy szakmával tartozunk, egy a mesterségünk, dolgozzunk együtt és össze, 24-ben indul a vállalkozás, hatan indítják, és 20 éven át él és működik. Én az Erdély Szépnyíves Cél munkái közül egyet hoztam el a helyhez, remélem elég méltó címet választottam a kiadványaik közül, Makkai Sándornak Erdély Szemmel című könyvét. Aki akarja, esetleg később majd belenézve. Az Erdély Szépműves C, mint könyvkiadó vállalkozás, óriási teljesítmény,
mert összefogja az írókat, publikálási lehetőségeket ad, honorárium lehetőséget, megélhetés. Biztosítja az írásbeliség, az értelmiségnek ennek az ágának a továbbélését, van betelő valaki, és most tervezi ezt a címlapot is. Majdnem minden kötetben benne van, kivéve mikor az Erdély címere. A régi kalotaszekben van egy ilyen idézet. Hullahú és fúj Budán az északi szél. A cserepesben lobog a tűz és gyertyaég az asztalon előttem, én pedig öreg betűket vetek sárga alul hátjára. Vajon nincs benne ebben a diákban egy pici-pici önarckép? És a másik dolog, ha az ember nem a térképet nézi, hanem kelet-tél-nyugat irányba fordul, és megnézi a nyugat címlapjait, a nyugat jelképe és a szépnyíves C jelképe rendkívül rokonok, de a nyugat jelképében az íródeát, az írnó, az első írnok szobor Egyiptomból van, ugye? Ez több ezer éves. Az írnó nyugatra néz. Kós Károly, csizmás, kalapos, faragott bútoron ülő ember keletre. Akkor rádöbbentem, ezen nem tudtam kommentálni ezt. És itt vannak a könyvek, nagyon szeretem őket. Gulács Irén Hamu esőjével kezdenek. A megváltozott világról szól, az új életről, hogy mi történik a magyarsággal, az új kormány alatt, az új hatalom alatt. Az utolsó könyvükben Jékeli Zoltán, Angalit és a Remeték című könyve. Közben április, Reményi. Folytassam ott, ahol Reményi a papad, Végvágy verse. Vagy Tamási Áron. A költő, író 80%-a megjelent a Szépíves C kiadásában. Híven régi kalotaszegben meghirdetett programjához Kós marad, dolgozik és folytatja. Nem sokkal később Báró Kemény Jánossal összefognak, és Marosvécsen irodalmi találkozókat szerveznek. Kemény János élete is megérne egy külön történetet, rendkívül izgalmas, a Báró Kemény dinasztia élettörténete. Egy véletlen szerencse fortán örökléssel jut a bárhoz, a kastélyhoz, a gazdagokon meghal gyerektelenül, különben ő a kitagadott Kemény Istvánnak a fia, aki Amerikában születik, visszajön és segíti gyámkodnak fölötte, a véletlen hogy a birtokát, meg is hálálja az erdélyi magyarságnak. A háború minden évben vendégül látja az írókat, ilyen kezdetű leveleket ír mindenkinek, és eleinte 20-an, később 30-as, minden évben nyáron, így július táján összegyűlnek az emberek, az író emberek, és három napon át megbeszélik, hogy milyen irodalompolitikát folytassanak, hogyan írjanak, mit írjanak annak az erdélyi népnek, mindenki értse, mindenki olvassa és szeresse. Az első találkozóról egy kép. Kit mutassak meg? Bánfi Miklóst, a püspököt, Makkai Sándor, és tessenek én keresni rajta is meg is harcolni. És a Helikon a következő lépés. Nem az ő egyedüli érdeme, hanem a marosvécsi találkozó hozza létre. De újságot nem lehet kiadni haszonnal. Én még nem láttam olyan embert, aki művészeti újságot, igényes folyóiratot, haszonnal tudott kiadni. Kósék is tudják. A nyugat maga is rendkívül veszteséges. Ha nincs mögötte az a magyarországi gazdag réteg, amely támogatja, Hatvani Bárba és egy páran, megszűnnek. A Helikonnál megjelenik a furfan, az erdélyi szépnyíves C-nek, miután a könyvkiadás beindul és évente előfizetéses alapon 8-10-12, maximum 14 könyvet kiadnak, a hasznot nem teszi zsebre egy ember sem, hanem a hasznot átfolyatják a Helikonba, és így történik meg a csoda, hogy a két világháború között egy folyóirat élni tud. És az első példány,
nem húztam el, mert nagyon gyenge példány, csak vetémásoltam. Még látszik rajta, hogy a Marosvécsi kastélyt Kóst megrajzolta, de még nem olyan, mint a végső változat majd. Később még alakít rajta. Utána Pánfi Miklós a jelképes vezére, a főszerkesztője, de csak névlegesen, a szakmai vezér eleinte Árnyéri Lajos, ő 1929-ben áttelepült Magyarországra, utána tőle átveszi Kuncaladár, ő viszont a francia hadifogságból hazakerülve 31-ben már elhunyt, utána kapja Kós Károly a szerkesztőségi feladatokat, tehát újabb szakma vár rá, Erdély legrangosabb jó irodalmi folyóiratát szerkeszteni is kell, minden eddigi munka mellett. Tovább. És következik az első komoly irodalmi sikere, a Vajdúr Szövetség. Na most aztán gyorsul rendjük. A Vajdúr Nemzetség Erdély sorsa, de nem a jelen, hanem visszamegy 300 évvel a múltba, a Betlen Gábor uralkodása utáni időre, az első Rákóczi György és második Rákóczi György uralkodása alatti korszakba. Bemutat, az irodalom történetek azt mondják, hogy 29 évet, 3 évtizedet. Én azt mondom, hogy majdnem 100 esztendőt mutat be. Háromszor néztem végig most a könyvet, mielőtt eljöttem, de nagyon foglalkoztatok. Ez is egy külön történet. Ami játszódik, az Vajdúr János élete, illetve a Vajdúr Gáspárné. Ez a két Vajdúr jelenik meg a regényben. Tehát ha vízszintes tengelyen haladnánk, akkor szinkronban Vajdúr János és Vajdúr Gáspár életét látjuk. De a visszautalás, az emlékezése, úgy mint a régi könyvekben folyamatosan bekapcsolják a Vajdúr János emlékét, a Vajdúr Miklós emlékét, az apáét, illetve a Vajdúr Miklós apjáét, az aranycsináló Vajdúrjét, aki valamikor keleti fogságból hazahozta az alkimia tudományát, és ezért vetették börtönbe. Tehát az erdélyi fejedelemség története nagyjából bele van bújtatva, el van benne rejtve. És a fiatalok azok az elsők, akik megbékélnek, miután ez az óriási konfliktus Vajdúr Gáspár és Maksai László között tragikusan véget nem ért. Vasa Anna nevét zárójelbe tette, mert a főhős Vajdúr Gáspár szereti ugyan, de Vasa Anna nem lesz az övé. Maksai Lászlónak az ellenlábas Székely hadnagynak lesz a felesége, Vajdúr Gáspár pedig Vitézi Jolánt veszi el feleségül. Aki szeretné regényt olvasni, merem ajánlani, de még jobban merem ajánlani a következő könyvet, a Gálokat, amely megint csak példakép és jelkép akar lenni, 1848-as, 49-es történet, a példa ereje, lehetett forradalom alatt, forradalom után is megmaradni magyarnak, az osztrák elnyomás alatt is. Értsétek jelenbeli testvéreim, híveim, most is ebben az új világban, nem Magyarország, most is meg lehet maradni magyarnak. Tragédiák szönik az utat, emberi sorsok buknak el, emberek buknak el, sorsok törnek ketté, de van tovább út. Ez a második ilyen jelképes könyve. És következik a szerelem. Következik a szerelem megnyilatkozása, az önismeret és a közösségvállalás első a könyve, a kalotaszeg, amelyben tudományos részek és az érzelem egyik jelenik, egy regények, novellák, és nem tudom, ha a közönség nagyon belepárad. Annyiszor emlegettem ezt a kalotaszegét. Rövid perc elején. El lehetne dúdolni egy éneket Kaluta szegélyére? Azt ismerik, hogy Vörösfői Szegon? Ki adná meg a hangot, nem? Ha én adom meg, akkor nem lesz. Oh.
gyülekezet második vallomása összegzése, a nagyobb tájegység. Tudományos munkának szánja nagyon komolyan hozzáolvas, és mégis majdnem csak kritika bírálat éri. A kor legnagyobb történésze Szegfűdula a saját újság hasrágjai. Tanulni 2000 éves Magyarország, a 2000. év utáni Magyarország. A saját újságomban, a saját könyvemről lehet lesújtó kritikát írni. Szeretném látni azt a mai magyar sajtóterméket, amely ezt megengedi. Ez volt a nagy valóság. Szegfűdula szétszedi, nem tetszik neki, sokaknak nem tetszik. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy Tamási Áron nagyon nagy főhajtással bólint rá, és az erdélyi írók legjava kedvel fogadja. Rohászka osztopottokát sem szerette egyébként, de az erdélyi írók pont ezt emelik ki, végre az önismeretünkhöz hozzáadtál valamit. És következik a többlet, amit az összmagyar kultúrának adnak, van pénz valamelyes, és nincs önálló magyar irodalomtörténet, olyan, ami aktuális és friss lenne. Ilyasunk, 30-ban meghirdetjük, 34-ben megnyerjük, Budapestről Szervattal. És következik a második vállalkozás, nem csak az irodalmat kell összefogni, mert minden szétesi, a bombot kévének a hasonlatát ismerjük, a képzőművészetet is. Megteremtik Szolnai Sándorral, a kolozsvári festőművésszel, lerakják az alapjait, az Barabás Miklós cének, minden évben kiállítást rendezünk, komoly műkritikát fogunk írni, kineveljük a képzőművészet kritikát, a tárlatokon festményeket veszünk, a megmaradt pénzünkből legalább évi 10-15 festményt megvásárolunk, és a pártoló tagjaink között, az előfizetőink között kisorsoljuk a képeket. Ha belegondolunk, minden irányba, olvasónak, művésznek, írónak, bárkinek hasznára válik, mindenki csak nyer belőle, és ez is működik 44-ig, illetve szándékosan írtam oda a 94-es évszámot, újra alapították, nyilván lehet erre azt az elkoptató szót mondani, hogy valami hagyomány. És következik a Budai Nagy Antalról írott könyve, kisregény, komor történet, az első majd magyar parasztlázadásról, amely a huszitizmus idején a kejhesek világában visz, akik nem bírják fizetni az adót, ráadásul a Bibliát is magyarul olvassák a vezetői, és nem azokat a tanokat hirdetik a híveiknek, amiket addig hallottak a papok szájából. Az első világi és egyházi komoly megütközés erőben. A helyszín és a békekötések színhelye a kolozsboroskodó templom minisztrálja az oldalt. A Budai Nagy Antalról még egy rajz, hogyan végeztetik ki az ellenszegű felkerültet, és következik a legnagyobb minden, az ország. Mérnökember írta, és nem az államalapítóról ír, ahogy általában emlékezni szoktak, mindig úgy emlegetik, hogy az államalapítás, az államalapító. Tömören mondom, Kós Szent Istvánban is mérnökembert lát. Azt a mérnökembert, aki nincs tekintettel az érzelmeire, hanem tudja, hogy valamit össze kell darabokból rakni, és ezt, amit összerak, ennek meg kell maradnia. Tehát mérnöki szigorral, fejedelmi kegyetlenséggel a saját bőrökön, amit keresztül gázol. Nagyon érdekes, az első kötet egy háromszög alakban épül föl, a második kötet szintén úgy tekinthető, és van benne egy fokozatosság, egy ilyen ívelés, első, második, harmadik, negyedik kötet, illetve a pogányságból a kereszténység felé vezető szellemi, egy szellemi gondolat is végigkövethető benne. Az ábrák, korabeli kódex másolatok, az S betű, a középső képen a Stephanus S betű jelenne. A mű második részében már István nem csak fejedelem, nem csak pajzsember fejedelem, hanem király, és a könyv nyilván István király halálával ér véget, de merem állítani, hogy a történelmi irodalom, a magyar regényirodalom egyik legnagyobb történelmi könyve. Idézetek felolvasására nincs idő, pedig megérni retorikailag,
példaértékű szöveg is van benne, legalább 4 olyan hely, amit magas szinten lehetne tanítani. 51 éves, amikor a szeretett föld halottaszeg református főgondokává nevezik ki. Nagyon szigorú, nagyon kemény, ahol egyszer járt egy faluba, 3 év múlva is ment vissza, emlékezett, hogy mit mondott a híveknek, számon kérte rajtuk, könyörtelenül, nem mindenki szeret. És következik a szíve szerelme, a mártól lettek. 3 perc, 5 perc? 3. Márton és György a kolozsvári testvérpárról könyvet akart írni, ugyanis ez a két kolozsvári testvér megelőzte az európai művészettörténetet. Donatello szobra a jelkép Európában a köztéri bonszobrokra előtt állítólag nem volt. Több mint 75 év van közöttük, az első köztéri bronzszobor. És könyv a lovakról, amelyet megint csak magának készített, kultúrtörténeti adalék, és 1941 már a háborúban járunk be, közösségi házat épít a katolikus legények országos tanácsának központot, oktatóközpontot, és Kolozsváron hazahozzák az apatki fejedelmet, és a síremléket a Farkas utcai református templomba. Ő tervezi, és Mátyás király szülőházát elkezdi restaurálni, de a háború nem hagyja, és hogy a Mátyás király szülőháza így van, annak köszönhető, hogy tulajdonképpen megsúgták diákok, egyetemisták, még a háborúnak, még romokban van, legyen belőle egyetemista bentlakás. Megmaradt, mai napig is a képzőművészeti egyetem van benne, nem valami más haszontalan épület. Felújítja a Petőfi emlékművet, Fehérek házát. Ez is neki köszönhető. A siklógyi református templom tervei ilyen hosszú ideig pihentek, és ez az utolsó részlet, mert most már hajt az idő valóban, ahol 18 karácsonyán hazamegy és újra kezdve, a háború után a szomszéd falu Olánádasból átjönnek azok, akik úgy nem szerették a magyarokat, és mindent tönkretesznek, óriás iratanyag pusztul el, cserébe utána 55-56-ig minden évben küldtek egy disznót be Kolozsvára, azzal a románnal, akivel jobban van, bocsánat kérés gyanán. Tehát Károly bácsi minden évben kapott egy bűnbánati malacot. A fáradhatatlan emberről csak annyit, hogy a kommunizmus évei alatt is beáll politizálni, de oka van. András fiát az orosz hadifogságból ki kell menteni. Az utunknál, amelyet újra ő terveznek fejlécként, a Helikon nem lépezte be egy utunk, és Bencini Sándor a fiatalabb kollega ilyen karikatúrát készít róla, derülsebb. Egy ausztráliai magyar származású építőművész pedig megírja az első legkomolyabb monográfiát róla, ezek már valóban csak rövid-rövid mondatok. Egyébként ez az Anthony Gala az, aki Dubájban magas jel címe, az Archimédeszi csavar mintáját, a épületet tervezett, Kóstároly könyvét a világon mindenütt jegyzi, és eljutottam a kérdésfeltevésem végére. Nemzeten kívül nincs művészet. Én nem azt mondtam végig, hogy magyar-magyar-magyar, mert nagyon rossz lett. De valaki, aki a népből kinőtt, és aki abban a népbe belenőtt, és aki a néppel együtt él, a mezőn együtt dolgozik, a szerkesztőségben együtt szerkeszt, a nyomdában, a nyomdásszal, az építőtelepen, a kőművesmesterrel vagy a bádogossal, az hozzáadja ahhoz a néphez. Hús vallomása szerint ideális arc sem létezik, egy egyéni arc nélkül. Ideális művészet sem lehet olyan művészet nélkül, amely nem tükrözi az én, a családom, a rokonaim, a barátaköröm és a népem jellegét, karakterét, lényegét. A dolog lényege, a dolgokat, mint építésznek, mindenkinek, nekem is a helyükre kell tenni. És 1977-ben nem hiszem, hogy elbúcsúztunk tőle. Szerintem sokáig köztünk marad, és talán ezzel fejezném be, hogy ilyen egyszerű. Ezt mondtam. Én is, és mind, akik élünk, folytatásai vagyunk csupán csak egy sok százalos életnek, egy tőből való vagyunk, akárkinek ilyen is.
Nagyon szépen köszönjük ezeket. Évek óta Trianon gyásznapján megemlékezünk a gyászos eseményről, és gyakorta használjuk Kós Károly gondolatait a mostani Trianoni műsorunkban is volt róla szó több esetben. És még egyszer nagyon szépen köszönjük. És aki szeretne a tanárúrral beszélgetni, vagy szeretnék folytatni a gondolatot, a hetes teremben van rendezve, és szeretettel várjuk önöket. És még van a ma estének egy, itt ennek a körnek egy picike kis meglepetése. Itt van közöttünk Kénykenéni, aki valami nagyon-nagyon finomat sütött, és most a két kis gyerek megkínáljuk neki. Tessék fogadni szeretettel Kénykenéninek. Folytatódik a táncház.